Sziasztok! Kedd van! Értinek második nap, tehát kedd. Na mindegy. Annyira hűvös van, és esős, szeles idő várható, bár elvileg itt most nem fog esni. De hideg van, ezért aláöltött kellett fölvegyek. Meg, hát nem nadrágot vettem föl, hanem azt kedvenc kis hosszú szárú zoknimat, amit mindig szoktam. Mert ez pont elég meleg, hogy ne fázzak, de pont elég légáteresztő, hogy ne legyen melegem. Tehát így, na én télen is ezt szoktam használni, plusz szigetelésként, mert baromi jó. Bent Ali, ahogy kaptam címet. Jók legyetek! Na, cím még mindig nincs. Hopp, egy szik szalag. Felszedem. Jó. Jó, jó ez. Szerelni tökéletes. Hasznos dolgok ezek. Cím meg mindig nincs. De a szokásos játék van. Ha nem bilegem el. Ok, nézzünk egy nyomást. Ja. Igazam volt, mert 4 bárom volt a nyomás, ami nekem nagyon kevés. Főleg úgy, hogy 6,5 bár, és akkor mi elvileg. Egy 6-2-t vagyunk. Az első is 4 volt. Így lehetett vele haladni. Most pattogni fog egy kicsit. Nekem nem az a célom, hogy kényelmes legyek, hanem hogy gyors. A kényelemre ott a fúli. Padósabb lett a dög. Megvárom, míg a piros elég messze ér, hogy ne legyen reklámértéke nagyon. Nem reklámozok piros színeket, kivéve ha alkatrészről van szó. Az fontos. És az nekem van. Olyan gyönyörű kormány tudok 35-es befogóval. Ekkorát, 80-as. Nem kost, nyilván. Monti? Sajnos nem csak a jóról tudok beszámolni, hanem arról is, hogy nincs miről beszámolnom, mert még egy címet csak kaptam, és már 11-22 van. 45 óta bent vagyok. Körzetben. Ahogy hallom, csak nyivognom kellett, mert jött egy cím. Kioszk, március 15-et ér. Lala! Arra megyünk. Nagyon örülök. De legalább jött egy. Ami jó hír. Na jó, van, tuti, hogy követsz. Szevasz. Na, megvett az első cím, megkaptam. Beijesztegetett a rendszer, hogy hú, kapok majd még egyet, ketten itt voltunk kollégával. Na, ő kapta meg, mert 18 másodpercvel hamarabb tudta fölvenni időpontra az ételt, mint én. Mert én 18 másodperccel később kaptam meg a kész az étel feliratot. Remélem ez a 3. Ez. Közben elcsorták a liftemet, úgyhogy ledobom itt, és nincs másik cím. Ó, de pörgős! Tényleg nagyon pörgős lehet, ha nincs másik cím. Van 750 forintom, na, egy óra alatt mindjárt, mert 11:40 van. És megjött a másik címem, nem fogjátok elhívni, kioszk. Megint. Talán már fölgyorsul annyira, hogy megérte bejönni. Próbálok magam a jó kedvet deríteni, de ilyenkor nagyon visszahúz az, hogy várakoznom kell. Mint ahogy szoktam mondani, egy futárnak nem az a dolga, hogy játcsorogjon. Nem biztonsági őrök vagyunk, hanem futárok. És mindezt úgy, hogy ott áll meg, ahol nem lehet. Tehát ez nem parkó. És ez a bringás lámpa, ami sose volt, zöld. 3 perc alatt sikerült ide érlem, mert még mindig van 6 percem. Ajja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 jj
Hát de ez azért van, hogy itt mászkáljuk. Igen, de sosem tudunk bemenni, ugye az ajtón, mert nem nyílik. Bemegyünk körbe, ránk szólnak, hogy azon az ajtón kell bejönni. Mondjuk, hogy nem nyílik.
Majd a csaj mondja, hogy még fél perc, nem tudom, mire kellett várni, amikor kész volt az étel, de fél perc, jó? Eltelt 3 másodperc, mondom, hát a fél perc már letelt, hogy jaj, de harapós vagyok ma. De hogy vagyok harapós? Azért azt mertem mondani, hogy 3 másodperc után már letelt a fél másodperc, bocsánat. Eleve kezdjük ott, hogy még nem haraptam meg, mert ha megharaptam volna, azt jobban megérzi. Fogom kivárni. Viszlát, orral beférsz! Ne. Négy levegő. Na, tök jó, hogy már van egy második szívem is. Remélem dobja mindjárt harmadikat. Legyenek az ötödiket így egyben. Na így válik lassúvá egy kiszállítás. Így ahogy hallom, hogy csökken le a zaj, tűnnek el a hangok, ez viszont eléggé megnyugtató élmény. Csak ha tudtam volna eleve, megnéztem volna rendesen, hogy Eiffel Cél Building, akkor a Podmonit kijövök be, ott fölgurulok, és már itt is vagyok. Tehát közel nyertem volna 4,5, majdnem 5 percet. Terész körül. Oda tartok. Nekem ki kell jutni a kanyarodó sávba. Köszi. Egy kedves autós elengedett. Ja, hogy ez nem is... Ó, basszus, igen, nem lehet kanyarodni. Akkor kénytelen vagyok itt szigetelni egyet. Úgy. Már pedig én le fogom tenni. Ide. Na, megvan az első. Mert a napos oldal a vegetáriánus ét. Oda megyek. Ah, már mi volt akarunk enni? Megjöttem. Ez az napos oldal. Minusz 13 perccel kaptam meg ezt az egy címet. Sajnos. A negyedik címemet. Ugye picit késésben vagyok. Szia! Hello! Good conversation. Bejutottam. Ide befér a dög. Ez is megvan, remélem le tudom itt adni, és akkor haladhatunk tovább. Letudtam. Rózsa utca 14. Mi van? Ezért most behátolgok, nem beelőge. Zero. Egyébként, hogy tudjátok, hogy miért rossz a Rózsa 93-ból a Rózsa 14, azért, mert az Andrássy úton nem lehet a Rózsán senkinek, se bringásnak, se autósnak, senkinek keresztül átmenni, hogy a túl végére ér. Mert záróvonal van. Sziasztok! Na tehát a Kazinczy utca 10, Bors, nem tudom mi, a következő étterem. Ahol megyek. Ezt most nem mondok, hogy te is ide felállsz. Ez gyönyörű. Na, megkaptam a jó kis ételt. Pucs. És van még egy szívem, hogy például dob rumba. Hová megyek? Mi a nevük? Ide jöttem. Fordul. Vissza. Ez is megvan. Belgrád rakpart 16. Annyira boldog lettem, hogy még a nap is kezd kisütni.
ami annyiból jó, hogy nem hoztam napszemüveget! Játék! Játékes század másodperceket. Ebben a házban olyan citrom, illetve lime szag van. Nem tudom, mit tesznek a görögök ennyit citrommal, meg lime-mal, de... Hú, nagyon erős. Meséltem már, mennyire szeretem a macskaköves utcákat. Mert egyébként nagyon szeretem, csak fullival. Ó, oh, a Zingburger. Calvin, mi van ezekkel? Beindult. Belozzó Corvin. Na, király, jön még cím. Na most gyorsan oda tipizek, hogy még 30 előtti felvétel meglegyen a plusz. Zsé. Inkább fölfutok 250 forintért. Három perc. Még annyiban hátra, hogy felvegyem. Én vártam ott egy csomót, ez a 8. címem, míg a kolléga mondja, hogy neki már a 16. Tehát, hogy nem értem, mi alapján ez a számozás. Egy ember kinéz, és akkor annak nyomatja, a többit meg letolja. Nem értem, tehát nagyon furcsa. Ez a Bianchi tetszik. Ja, csepereg az eső, és nincs nálam semmilyen védelem, mert arra volt szó, hogy ma nem esik az eső. Még hogy nem fog másni. Te barul tetsz a vizet. Ja, persze. Még piros van, fiú. Ennek valami baja van az agyával. Ezért kell lámpa szerint közlekedni. Ne legyél hülye! Te mi a büdös francot csinálsz amúgy? Normális vagy? A 9. címnek a Zingburgert, fölvettem gyorsan, és most 2 perces határidővel megkaptam itt a fővámtéri Burger Kinget is. Sokolom! Megvan, felvettem. Lúnyai utca 19-be megyek. Oké, köszönöm, üdvözlet! Hallhatátok, lejönnek érte. Na, sziasztok, skatok! Corvin sétány, 1B-be vagyok. Valószínűleg ez lesz az utolsó címem, ha nem kapok közben többet. De kicsit felálltunk a sorba, nem tudtunk haladni. Mert egy emberke több mint 5 méter helyen nem tudott leparkolni. Szemből! Néhányan tudnak. Néhányan meg nem tudnak vezetni, de akkor miért vezet? Tehát miért nem adja föl? Remélem most tudok sorolni a kanyarodó sávba is. Mindjárt kiderül. Egyben már biztos, hogy sorolok. Ó! Oh! Aha! Eljött az új kazetta és láncvásárlásának az ideje. Ugyan kicsivel hosszabb idő alatt elérem a napi fél célomat lassan. Na be is fejeztem a délelőttet, 7200 forinttal, plusz az 1000-es. Úgyhogy ennyire nem is rossz. 10 cím, 2 óra van. Ha azt jelenti, hogy... Hát 11.40-től olyan 4,1. Skacok, kösz a mai harapós nap megtekintését. Tehát én vagyok a harapós fiú. Köszi, hogy megnéztetek. Szóljátok utastársakitoknak is. Nem csak a boldogságról szól az élet. Itt a példa. Sziasztok! Feliratkozóknak külön köszönet!